Tájékoztatót tartott Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és hagyományőrző egyesületek vezetőinek. A település önkormányzatának idén kevesebb forrásból kell gazdálkodnia. Közel 120 millió forintos kiesést jelent Bátaszékváros költségvetéséből a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések hatása, fejtette ki a polgármester. A mai napra idehívtuk a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, illetve a hagyományőrzéssel foglalkozó egyesületeknek a vezetőit, annak érdekében, hogy első kézből tájékoztassuk őket városunk 2021 évi költségvetéséről, arról, hogy milyen lehetőségeink lesznek a kötelező feladataink ellátására, illetve hogy milyen lehetőségeket tudunk biztosítani majd azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a civil szervezetek, társadalmi szervezetek végeznek el várhatóan 2021-es esztendőben. Azt már látjuk, hiszen a költségvetés elfogadásra került, hogy két ütemben kell gondolkodjunk a civil szervezetek támogatásában. Biztos forrásokat tudunk biztosítani az első fél éves működésükhöz. Ezt szeretnénk is megtenni, és erre a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. Annak függvényében, hogy milyen kiegészítő támogatásokban fog részesülni önkormányzatunk, ennek függvényében tudunk majd a második fél éves támogatásról dönteni. Jelen pillanatban az az önkormányzat álláspontja, hogy a kiemelt szervezetei részére már állapít meg támogatást, így a tűzoltóság, polgárőrség és mindazok a kiemelt szervezetek, akik tényleges feladatot tudnak végezni még ebben az egészségügyi veszélyhelyzet időszakban is. Viszont az egyéb civil szervezeteink részére csak a második félében fogjuk a támogatási kereteket meghatározni és lehetőség szerint a pályázatot kiírni, hiszen erre jelen pillanatban nem látunk fedezetet. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület elnöke azt mondja, csoportjuk az előző évekhez hasonlóan mindenben együttműködik, segítik a várost és remélik, hogy idén minden tervezett programjuk megvalósulhat. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület természetesen tervez, mindenféleképpen szeretnénk programokat tervezni és megvalósítani. A 2020-as évünk az elég eredményes volt, és a helyzethez képest nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, a helyzethez képest szép eredményeket értünk el, és nagyon motiváltak vagyunk, hogy 2021-ben is a lehető legtöbbet hozzuk ki a körülményekből. Reméljük, hogy ez így is lesz, és majd most meghalljuk, hogy a város mit gondol, hogy gondolja. Természetesen az egyesület mindenben együttműködik, amiben tudunk, részt veszünk, segítünk, mint eddig is. Ez egy kölcsönös kapcsolat, tehát ezt oda-vissza játsszuk. Ugye ők támogatnak minket, mi meg támogatjuk a várost, illetve a városi rendezvényeket. Reméljük, hogy 2021-ben már több eseményen és rendezvényen részt vehetünk együtt, többen, mint a 2020-ason. Bozsolik Róbert úgy fogalmazott, az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb feltételeket biztosítsa az intézmények, illetve a városlakók számára egyaránt.